Szeretettel köszöntöm Önöket a Városi Könyvtárból, Petrák László vagyok. Egy újabb könyvet szeretnék ajánlani Önöknek. Nem csak Önöknek, már úgy értem, hogy nem csak a nézőinknek, hanem picit kettéosztom nőkre és férfiakra. Van egy könyv, úgy hívják a szerzőjét, hogy Zinger Magdolna. Az a címe a könyvnek, hogy Érző férfiak, és egy alcímet is hagyolvassak, 18 személyes történet veszteségekről és feldolgozásról. Zinger Magdolnáról annyit kell tudni, hogy ennek a hölgynek, Polc Alennek volt a tanítványa, és az utolsó idejében volt szerencséje, tehát Polc Alen utolsó időszakában, már halál előtt, volt szerencséje egy interjú sorozatot készíteni, és ezt a könyvet nyomtatták, illetve hozták létre. Tehát mondhatni, hogy ő folytatója mindannak, amit Polc Alen itt Magyarországon megteremtett, az pedig a hospice rendszer. Tehát a gyászról, a gyászszal való foglalkozásról, és hát ennek a szakértője lett aztán Zinger Magdolna. Gyászolunk akkor is, ha egy szerelmet elveszítünk, tehát ha szakítunk. Gyászolunk akkor, ha nem válnak be olyan dolgaink, amiket szerettünk volna, tehát terveink, akár egy vizsga időszak is, hát biztos emlékszünk, vagy amikor most a diákok, kisdiákok is már olyan próbatételek előtt vannak, olyan felvételi vizsgák előtt, hogy aztán, ha nem sikerül, akkor bizony azt föl kell dolgozni. És ebben hát a szülőknek, meg egyáltalán a felnőtteknek nagy segítségükre van. De most nem is erről van szó, hanem kifejezetten az úgynevezett érző férfiakról, és akkor itt ugye a jelző, hogy érző férfiak, mind a két oldal, illetve hát ez már évszázados dolog, hogy a férfiaknak az érzelmeit nem fejezik ki. Tehát a férfiak annyira macsók, és ez ugye apáról fiúra száll, hogy sírni nagyon nem lehet látni őket. A dalban is ott van, hogy ott fogsz majd sírni, ahol senki se lát. És az Zinger Magdolna rávett ki 18 bátor embert és bátor férfit, aki vallott arról, elmondta azokat a gondolatokat, amiket ő az élete során veszteségként és feldolgozás, és később aztán feldolgozásként átélt. Szeretném azért még egy hölgynek a nevét megemlíteni, akit én kiváló televíziós újságírónak tartok. Nap mint nap a televízióban ott van az egyik csatornán, úgy hívják Bombera Krisztina. Ő a következőket írta főszövegként ehhez a könyvhöz. Feminista nőként, közszereplőként régóta foglalkoztat minden eszköz és út, ami a nőket hozzásegíti a teljesebb és szabadabb élethez. Ám az évek során rájöttem, a férfiak sem szabadok. A nemükre kényszerített szerepek őket is gusba kötik. Nehéz élethelyzetekben nem kommunikálhatják fájdalmukat anélkül, hogy kinevetnék és kigúnyolnák őket. Mondván, a fiúk nem sírnak. Ugye szokták mondani, hogy ez katona dolog, de hát most már sorállomány sincs. Szóval, hogy ne sírnának? A férfiak, akiket nem hagynak sírni, könnyen maguk vagy mások ellen fordulhatnak. Én nem hiszek női és férfi érzelemvilágban, a teljességre vágyó emberben hiszek. Zinger Magdolna hiánypótló írása és interjúi segítséget adnak ahhoz, hogy a férfiak megszabaduljanak a fölösleges, fájdalmas és indokolatlan elvárásoktól, a nők pedig elfogadják ezt. Tehát két oldal kell hozzá, hogy merjék vállalni a férfiak, hogy kimondják a kimondhatatlant, a fájdalmat, és a nők képesek legyenek mindezt végighallgatni, és esetleg segítsenek nekik. Néhány bátor embernek a nevét azért hagyd mondjam meg, a foglalkozását, hogy kik voltak, akik ebben részt vettek. Gerendás Péter, előadó művész, zeneszerző, szövegíró, aztán Molnár András, informatikus, akkor jön egy ismerős név, Nyári Krisztián, irodalmár író, könyvkiadó, aztán volt egy konduktor, Gulyás Károly, Kovalszky Dániel, fotográfus, biológus, Bálint István,
Buda László pszichiáter, a szomatodráma módszer megalkotója, aztán lelkész is volt, Nagy Alpár Csaba, lelkész egyetemi oktató, és megint egy ismert név, egy igazán példa és egy hiteles ember, dr. Csókai András idegsebész. És sorolhatnám még különböző egyesületnek a vezetője, például Szaniszló Csaba, az Apák az Igazságért Egyesület vezetője. És itt van még egy érdekes név, Balázs Áron asztalos mester, aki szintén vállalkozott erre a beszélgetésre. Mindenkinek jó szívvel ajánlom, férfiaknak, nőknek, nagymamáknak, nagypapáknak, és hát fiataloknak, tinédzsereknek, még ők is belekerülhetnek természetesen ezekben a helyzetekben. Köszönöm szépen a figyelmet, és ne felejtsék, napi 20 perc olvasást minden nap.